kakas káposztával, vadasan zsemlegombóccal, tárkonnyal, cipóban tálalva, vagy hagyományosan pörköltnek. Ahány csapat annyiféle ételt készítettek a kakas combokból Makláron. Vannak, ahol csak a hagyományos ételek találhatók, tehát mondjuk azt mondom, hogy kakas pörkölt és körettel, de nagyon sok helyen találkoztam a gombával, amit használnak, ami zseniális és nagyon jó hozzá. Nagyon sok helyen használnak friss zöld fűszereket. Az egri kakasok és tyúkjai csapat kakaspörköltet főzött kaprosnokedlivel. Visszanyúlunk a gyökerekhez, mert mi hagyományos kajákat főzünk, tehát nem teszünk bele ilyen kaporhabot, meg mindenféle vigyókat, amik most divatosak, hanem a régi hagyományos ételeket főzzük. Fiatal volt az állat, tehát hamar megfőtt. Arra kellett inkább figyelni, hogy nehogy túlfőzzük, és lefőjön a húsa a csontról. A maklárese focistái egy pályán ábrázolták a köret és a pörkölt NB1-es mérkőzését. Két csapatra bontottuk, van a köret, illetve van a maga a pörkölt. A jó az, ha egyik sem győz, a végeredmény döntetlen, és mind a kettő megfelel mindenkinek, mondja Wojtekowski Márton játékos. A csapat nem csak a pályán, hanem itt a falunapon is meg akarta mutatni magát. Ez tulajdonképpen egy kakas pörkölt, lilaperezkés és vargányás zsemlegombóccal. Ami azért különleges, mert a lilaperezke az ilyen novemberi gomba, és nagyon finom. 2012-ben lett Szádalmás Maklár testvértelepülése. Idén csaknem egy tucatnyi szádalmási érkezett a Kakas Fesztiválra, a saját gasztronómiájukat mutatták itt be. A délszlovákiai településen keverednek a magyar és a szlovák ízek. Nagyon összefonódik a két nemzetnek a kultúrája, mindig is egymás mellett élt a két nemzetiség, és egymástól átvették egymás gasztronómiai kultúráját. A településen 10 éve rendezik meg a Kakas Fesztivált, a helyi civil szervezetek és az önkormányzat együtt szervezik a falunapot. Legjobb ebben a rendezvényben véleményem szerint az összehozza a település lakosságát, kijönnek az emberek, egymással beszélgetnek, itt vannak a civilek. Idén 1600 kakascombból készültek az ételek, 21 csapat főzött. Délben ennyi ember tudott jól lakni. A tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy a kakasfesztivál estéjén többen szórakoznak itt, mint amennyien összesen a településen élnek.